Folytatódnak a beruházások a városban, valamint új útszakasz is épül a Lőrinci út folytatásában. Vecsés aktuális híreiről Szlahó Csaba polgármestert kérdeztük. A szűk keresztmetszet, amiről most be tudok számolni, az 5-ös utca útborokulat elkészült, de ott még további munkálatok várhatók, egyrészt a patka, másrészt az árok, illetve harmad soron a járda is el fog készülni. Tehát gyakorlatilag az még azért nincs kész, ott még dolgoznak az útépítők. És megkezdődött a Sándor utca vízhálózat rekonstrukciója, a napokban lemarták az aszfaltréteget, és a bekötéseket fogják cserélni. Az útépítés mostani szakaszának a zárása az a Szép utca, illetve az Zrínyi utca rekonstrukció lesz, tehát vízhálózat rekonstrukció keretében fogjuk megcsinálni. De az ősz folyamán további útépítések is várhatók, további útépítéseket is szeretnénk beütemezni. Ezen kívül a járdaépítésekkel is haladunk előre, most éppen a Halmi utcában dolgoznak a járdaépítők. Viszont új útszakasz épül Vecsésen, ez főként a logisztikai parkot érinti majd, vagy legalábbis annak környékét. Pontosan így van, a Lőrinci út folytatása, tehát ki a volt laktanya terület felé, volt orosz laktanya terület felé. Gyakorlatilag ez egy 8 éves településrendezési megállapodás, amely most érett be. Gyakorlatilag a város is előírta, illetve az úthatóság is előírta azt, hogy a könnyebb megközelíthetőség érdekében a Lőrinci utat meg kell építeniük. Eljutottak arra a fázisra, amiben annak idején megállapodtunk, hogy bizonyos négyzetméter beépítettség után ezt nekik el kell készíteni. Ez több mint 100 millió forintos beruházás. Ezt el is kezdték, úgyhogy gyakorlatilag ennek az építése szeptemberig biztos, hogy befejeződik. Kinek a tulajdona lesz majd ez az út? Természetesen ezt át kell adni az önkormányzatnak, tehát az önkormányzat tulajdona lesz az út, hát úgy, mint maga a mosti a Lőrinci út azon szakasz a földes formájában is az önkormányzaté. Egyébként ott komoly önkormányzati területek is vannak a bánya, volt bánya területén, tehát feltárja azt az egész területet, és azt gondolom, hogy ez ott azért nagy pezsgést hozhat a gazdaság élénkítés szempontjából, tehát én azt gondolom, hogy ez mindenkinek jó lesz. Az épületekkel kapcsolatos beruházások és további tervek jelenleg hol állnak? Itt főként az olyan intézményekre gondolok, mint a Halmi Telepi Általános Iskola, az Andrássy Iskola, vagy pedig a Polgármesteri Hivatal épülete. Így igaz, ezek a beharangozott pályázatok írásra kerültek. Amit fixen tudunk, hogy pénz is van rá, az a Halmi iskola bővítése, gyakorlatilag 100 millió forintot igényeltünk rá, illetve 20 millió forintos önrészt ajánlottuk fel a szükséges munkálatokra. Itt az NSK, tehát a Nemzeti Sportközpontok az, aki koordinálja ezt az egész építkezést. Most ott tartanak, hogy minisztériumi jóváhagyást kérnek. Én ezt összefoglaltam, le is írtam mostani vecsi tájékoztatóba, és ha megjelent, most már a kezembe tartom az újságot, a honlapra is föl fogom tenni, valamint meg fogom osztani a közösségi oldalakon. Ez biztos, hogy mi hamarabb elindul, a minisztériumi jóváhagyástól függ, hogy mikor. Azt gondolom, hogy ez egy nagyobb családi házas bővítés, tehát nem egy olyan óriási nagy épület. Ezt gyorsan meg lehet csinálni, de szeretnénk, hogyha időben megkapnánk a jóváhagyást a minisztériumból, hogy még az ősszel legalább a falakat és a tetőt meg tudjuk csinálni. Nem tudom biztosra ígérni, hogy ezt be tudjuk fejezni, ez attól függ, hogy mennyi ideig fut át a minisztériumon. A többi pályázatokkal kapcsolatosan teljes anyagokat komplettül benyújtottuk ugye a szükséges irányító hatóságok felé, vagy bíráló hatóságok felé, legyen szó a polgármesteri hivatal épület energetikai felújításáról, vagy a Gróf Andrássy Gyula Általános Iskola épület energetikai felújításáról. Itt a saját erős beruházásokat meg fogjuk kezdeni, tehát tető és szigeteléseket, ezt mindenképpen szeretnénk megcsinálni. Ezek nincsenek is benne a pályázatba, a nyilászáró és a homlokzati szigetelésre pedig várnunk kell, az majd meglátjuk, hogy mikor bírálják el. Azt ígérték, hogy 29-től bírálnak, tehát július 29-től, hát most ezt várjuk, hogy végre történjék már, illetve bocsánat, június 29-től, és azt várjuk, hogy majd értesítsenek bennünket. Yeah.